No vegan. So that you're hungry. That's why. Yeah. Si desayunes. No. Megvárom még a szülőt. Fóra, kell lesz semmi sikottan, csak körbölgessen, hogy kérdezem. Erre nagy izgalom. Nagy izgalom, hogy itt van a kabárt. Ez még nem ott. Ide, csak ide emelni, legyünk. Itt nagyon jó lesz. Na hát, adjon az Úristen! Adjon. Megfogadjon. Aranybaszom áltos! Erre felé nézünk. Szóval adjon az Úristen, aranypaszomántos, ezüstgombos, részsarkantyús, valóságos jó nap. A végszórakozó népnek minden mulatságot, örömet, jó kedvet, nyájas barátságot. Kérem a jó Istent, üzd el tőlünk a szomorúságot, és sokasítsa bőven borunkat és búzánkat. De beszédben hosszas nem akarnék lenni, mert egy gyönyörű szép mennyasszonyt jöttünk most ide kikérni. Hát kívánok én minden jót! Drága jó bort, olcsó sót, jó kenyeret, szalonnát, melléje meg pogácsát. A farsangi menyecskéknek azt kívánom, legyen a bolháktól csendes nyugodalom, de szép nyárban cifra lakodal. Na hát, barátom, most, hogy elközelített, vagy már talán lassan véget is ér kisasszony hava, jó magam is körültekinték a faluba. Körmére néztem, sok legények és leányok hadának, kik a nyárba, ahogy illik, mind megházasodán. Egyetlen hely most bosszúságon tárgya ennek a nyegle madarász Marcinak a házatája. Ennek a deli. Na. Ez a legény már asszony kell, hogy kapjon, nehogy a falunk szégyenbe maradjon. Ki is választottam még a gyönyörű arát, Sánta Rózsit, született Antal Annuskát. Hát, ez az a szép hajlék, hová indultunk, úgy hiszem rossz helyre talán nem jutottunk, hiszen itt van a mi vőlegényünk gyönyörű kis párja, aki a mi érkezésünk biztosan nagyon vár. Hát én tudom, hogy aggódnak a kedves szülők. Hogy lányukat semmi baj ne érje, de ezután ott lesz, s vigyázz rá ez a nyegle, vagyis deli legény, aki nem lesz más, mint a férje. Én kérem hát ez alkalomból tisztelettel magukat, adják ki nékünk gyönyörű szép leányukat, szabad-e kérni? Kicsit vanakodom, mondják. Beszéljünk az anyagkönyvvezetővel, hogy mehet? Vagy... Mert néha meg szakad. Akkor csak mutassák, ha szabad kérni, jó? Hozzák csak elő. Addig te nézz körül, hamarosan minden a tiéd lesz. Igazán ellát. Ez a rövid sem rezidencia. Nem tudom látni, én nem tudom. Ugye, ugye? Szia, virág! Jó, hogy időben, mert késő jövőket csak szünetbe engedünk be. Az meg holnap lesz. Igen, azt hiszem arra lesz dolgod mindjárt. De olyan szép, mennyasszonyosan készülődik. Hát igen, most érzem. Ó, jönnek, jönnek, valami izgalom készülünk. Na, neked még sok időd van vissza, úgyhogy én megkérem a szülőket, hogy vigyék vissza, aztán tartsák csak jól egyszer, majd az én cserél valaki talán. Majd egy kicsit később én, de addig még sok változónak kell beállni az életembe szerintem. Hozzanak egy másikat, hadd látom. Oh. Hát nem tudom, de miért? Messziről minden távolnak látszik szerinted? Igen, őt elveszem. Közelebb nézd meg olyan a szaga, mint volt, mert hát az előbb ez kicsit... Úgy látom, ő érte jöttünk, jó? Akkor nyugodtan állj a melléje, oda egy kicsit. Igen, a szülőket meg, hogy jöjjenek előbb.
Úgy, a másik szülőpáros pedig a legény oldalára legyen kedves felsorakozni. Tudom, hogy azt kérte a fotográfus, hogy ne az ajtóba állítsam, nem fogok voltál. Na, hát lánykérő küldetéssel csak nem jártunk hiába. Hiszen egy csodaszép virágszálat hozunk most egy új család. A drága jó szülők fogadják csak szívesen, mert most már lányuk is marad. Szeressék úgy, ahogy eddig tették, de rég Deli nyegle fiúkat. Te tudjuk.